előbb mondták már, hogy te már 5-5-ször említesz inkovalkádot. Ez azt jelenti, ha jól sejtem, hogy akkor 5 is volt eddig, tehát akkor te mindegyiken megjelentél. Mindegyiken megjelentem. El tudnád mondani, hogy az első mit adtál elő? Az első előadásunk elmaradt. Nem mondtam. Az első színkavakat leállított előadás? Igen, a Tolvajnak naplója című előadást hoztunk volna, de az egyik szereplő lebetegedett. Így nem tudtuk elhozni az előadást, de eljöttünk aztán ketten, hárman, és végig voltunk a fesztiválon, és meg is kaptuk a legelmaradottabb előadás díját a végén. Az a mindenit. Én, mint ugye hára személy, csak itt is felül vagyok így a csapattal, így nem tudhatok ezekről, hogy ezért kérdezem meg. Viszont tréninget tartottam. Tréninget tartottál? Értem. Kicsit ráterel, vagy rámennék a az előadásra. Benne Sanyi Tiborral, te akkor, ahogy hallottad, akkor te jóba vagy vele, tehát akkor személyes kapcsolatban is vagy vele. Igen, nagyon jó barátság. Mióta tart ez a barátság, hogy hogy alakult ki? Ez 2010-ben kezdődött, amikor még a Tűzrak térben játszottuk az Oberon Világos című előadásunkat, amit a Tibi nézőként tekintett meg. És az nagyon bejött neki, írt róla egy kritikát az irodalmi jelenbe, amiben ugye ez egy Szent Iványi álom adaptáció volt, és ő azt írta többek között, hogy én mindig szeretettel idézek, hogy Shakespeare tette a sírjában örömében, hogy milyen jó dolgot csináltak a darabjából. Persze nem a darabot csináltuk, meg csak annak nyomán valamit. És akkor utána ő megkért minket, vagy engem, hogy akkor jelent meg a novellás kötete, a Nagy Eretnek című kis novellás kötet, aminek volt egy könyvbemutatója, hogy csináljunk valami színészi akciót. És akkor azt persze elvállaltuk, és akkor utána megkeresett azzal, hogy van egy terve a Szaffóról, írna egy darabot, és hogy ezt én benne lennék, hogy megcsináljuk csapattal. És akkor persze mondtam, hogy ne írja a darabot, meg is írta, megírta, aztán még 3 évet vártunk, hogy ez el tudjon készülni, összejöjjön az a csapat, és legyen rá valami támogatás, stb. És akkor megvette a, azt hiszem 2013-ban a Szaffó, és utána írt még darabot, az mégis közösen írtuk a társulattal, ez Tibi volt a főíró, a Cicero Sziciliában című, és hát most ez a legújabb, amit a Diogenész. Értem, és ez hogy történt? Tehát, hogy Tibor írt egy, aztán írtam egy Diogenészt, és hogy Csabi, hát mit szól rá, hogy ezt hogy nem így volt, hanem az volt a történet, hogy felhívott telefonon, hogy hát ő arra gondolt, hogy írna Diogenészre egy drámát. Annyit érdemes tudni, hogy a Szaffóban Diogenész már szerepel, és én voltam Diogenész ott is. A Szaffó az ott kezdődött, ahol ez az előadás véget ér, tehát ott, ahol Lesbos szigetére vetődik partra a hordójában Diogenész, és ott indul a történet. Ami persze egy kicsit ilyen időutazás, mert ők a Szaffóval nem egykorban éltek, hanem Szaffó korábban jött pár száz évvel, de ez a színház meséjében megtörténik talán. Így van. Így van. És akkor kiszemelte ezt a figurát, a Diogenészt, hogy mi lenne, hogyha az ő történetét megcsinálnák. És hogy mi lenne, hogyha benne lennék, hogy rám írja ezt a szerepet, és hogy legyen még esetleg lenne benne egy-két szerep. És mondtam, hogy igen, nem kell benne más szerepet írni, nem akarok színészetre bajolni, írj egy monodrámát, szerintem ha te is benne vagy, és akkor legyen Diogenész. Jó. Megírt a darabnak az első változatát, amit elküldött a filmben. Amire én tettem észrevételeket, meg sok minden nem tetszett benne, javaslatokat, hogy merre felé haladjon, főleg, hogy egy bizonyos kontextust hiányoltam, hogy keretet tetszik. Ebből lett ez a tárgyalásos keret, amit aztán én betettem fel, mert picit más formában, aztán nagyon tetszett, hogy ő megoldotta. És akkor így passzolgattuk egy picit ezt a szöveget, oda-vissza nem sok kör volt. A végül azt mondta, hogy na figyelj, megírtam, itt van, ez a végleges. Ezen most már engem ne abbajgass többet, csináld meg. Azt csinálsz, amit akarsz. Értem. Akarva szerintem ugye mindenkinek feltűnt, hogy azért itt voltak nagyon régi görög nevek. De attól függetlenül meg voltak meg ilyenek, hogy hey, hagyjál már, hogy csinálj. Hát, voltak benne ilyen ugye mai
kontextusból kivett szövegek. Hogy ez például ez már az eredeti, úgymond ős példányban, ugye mondhatjuk erre, hogy ez mennyire zavart téged, illetve mennyire tudtál ezzel menni, hogy... Hát elég sok ilyen szöveget én beszéltem, tehát hogy ezek improvizációk. Ezek improvizációk. Ezek a közvetlen, a közönséggel való interakcióban. De azért nyomokban van a darabban is, vannak ilyen típusú kiszólások. Egyébként mind a ketten a Tibivel azt elég fontosnak tartjuk, hogy a színház az itt és most történjen. Ne játsszuk el, tehát azért is nem vagyok, de ez a jelmezem. Szóval, hogy nem, nincsen hordó, és így tovább, szóval nem törekszünk történelmi hűségre, hanem egy játék, ez egy történelmi játék végül is, meg egy filozófiai játék, meg egy színházi játék egymással, hogy ezek a kérdések, amik hát tulajdonképpen mondhatni, hogy az európai szellemtörténetnek a gyökeréig nyúlnak vissza, és nem véletlen, hogy felmerülnek benne azért aktuális, akár aktuálisan politikai kérdések is ebben a darabban, amik áthallásként érezhetünk mai utalásokat, mert hogyha az ember megkapirgálja igazán komolyan ezeket a mély filozófiai dolgokat, és persze nem az akadémiai stílusban, hanem ilyen emberi stílusban, akkor nagyon pillanatokkal tudod, hogy ahol most vagyunk, és ezt mi szeretjük, hogy arról beszéljünk, ami van. Így van. Az előadás nézése közben felvetődött bennem egy kérdés, ami bár eléggé, hogy is mondjam, szélsőséges, de mindjárt megértető mértő, gondolom így. Miközben néztem ezt a Diogenészt, eszembe jutott, hogy vajon te gondoltál-e, vagy vajon Tiborral, hogy beszéltetek erről, hogy az ember, ami kérdéseket feltesz, hasonlítható-e mondjuk egy ilyen ősi mítikus alakhoz? Itt gondolok mondjuk egy Pergunthöz, vagy egy Odysseushoz, vagy egy Fausthoz, hogy szerinted van-e képvisel-e ez az ember olyan dolgokat és kérdéseket, hogy lehet-e őt is mondjuk akár beemelni ebbe a kultikus körbe? Diogenész egy kultikus figura. Tehát, hogy többek között, ugye itt ahogy a szórólapban is meg az ajánló szövegeimben benne szokott lenni, hogy annyi minden kötődik hozzá. Tehát, hogy például ő volt az, mondhatni, az első hajléktalan, aki kivonult, mint mondtam, a civilizált világból, és azt mondja, nincsen szükségünk semmire, egy holklubban is el lehet kapni. Persze ebből performance csinál. Vagy legalábbis ugye ezek anekdoták, amiket róla mesélnek, hogy most pontosan mi történt és hogy volt, azt nem tudjuk csak ezekből az elbeszélésekből, amik lehet, hogy kicsit kivannak színezve. De hát, hogy ő egy ilyen legendás figura eleve. Tehát, hogy azok, akiket az előbb felsorolta, abszolút közéjük tartozik eleve. Pont az volt a nehézség, hogy hogyan csináljuk meg, mert ő egyébként valószínűleg a maga életében és korában, amikor tényleg kiment a főtér és kiverte a... Igen, kiverte. Ez van. A nyilvánosság, ez nagyon botrányos figura volt. Iszonyúan utálták sokan, és hát voltak úgymond követői, de hát ő az elég magányosan létezett mégiscsak. Tehát, hogy hogyan... Egyszerűen azt éreztük, hogy nem lehet megcsinálni ennyire keményre, mert az inkább undort fog kelteni, és nekünk nem az a célunk a nézőkkel, hogy ők így eltolják maguktól ezt az embert, hanem hol találjuk meg azt a vékony határt, ahol megmarad a Diogenész, de nem lesz ennyire antihős. Mert végül is a darab cél nem ez. Igen. Mint hogy valószínűleg Diogenész célja sem ez volt. Tehát ő egy kicsit radikálisabb figura volt valószínűleg, mint ahogy mi ábrázoljuk. Tehát kicsit ki van ez itt újítva a mai viszonyaink közé. Hogyha egyébként olyan, ha olyan lenne ma a színház, egy kicsit vérmesebb lenne, vagy a kultúránk egy kicsit nyitottabb lenne. Itt arra gondolsz, hogy ez szaftosabb lenne. Meg szaftos, de gondolsz arra, hogy lehetne sokkal radikálisabb és anarchistább is ez a személyiség? Igen. Sokkal inkább. Igen, lehet. Most azt gondolom egyébként, hogy abban a korban lehet, hogy ő pont annyira volt radikális, amennyire mi most radikálisok vagyunk, ebben nem tudom megítélni. Igen, mert a civilizáció azért akkoriban még nem biztos, hogy még a szocializáció, hogy igen. Azért most már olyan szinten lehet radikálisnak lenni, hogy az már nem is. Ne felejtsük el, hogy abban a korban még valószínűleg a Dionüszia az zajlott rendesen, a szatírjátékok zajlottak rendesen, abban azért mutogattak dolgokat, nem voltak kényeskedők.